Sziasztok! Ma folytatom a Total War Rome Remastered Dark Mode modos végigjátszásomat a gallokkal. És itt maradt abba ugye, hogy... Ha jól emlékszem, a város mellett volt egy még egy csapat, de az valamiért eltűnt. Vagy bement a városba? Mi a fene? Elég furcsa. No, de mindegy. Én ezeket itt ugye megtámadom, és valahogy úgy kell csináljam ugye, hogy legyőzzem őket teljesen, hogy a frakció megsemmisüljön. Oké. Okay. Okay, Arushi. Oh. They have brought even more men. No matter, we will count the dead later. Az erősítés a hátamba jön. Oké, okay, kicsit ugye el kell csalni őket a vörös vonaltól. Flee from the field like frightened goats, hunt them down and slay them all. Lehet, hogy a tábornokok túlélik. Oké, okay, egy tábornok meghalt. Enemy king is a worthless dog. He runs from death and our swords. Oké, a másik is túléli sajnos. Oké, a izé maradtak, izék maradtak ugye a falangszok. Oké, bár az íjászok intézik őket. Ostrom alá fogom venni a várost ugye, és a megmaradt tábornokokat pedig el tudom majd intézni. The enemy flee from the field like frightened goats. Hunt them down and slay them all. Okay. Kicsit furcsa amúgy, hogy a tábornoki testőrség gyorsabb, mint a könnyű lovas.
Az nem a legjobb amúgy. Rendben, legyen egy körváltás. Pártusok. Greetings. Our thanks. A most generous proposal. Okay, még ugye adtak 1000 dénárt. Think very carefully before you reply. Our thanks. Rendben. Kitámad. Tökéletes. Azt hiszem. Azért kell rámenni a hadúrra. Okay, annak a csávónak annyi. Whoops. Na végre, szép. Na, de most miért nem? Oké, jó volt. Fear us. Settlement captured. Oké, megtámadják, de nem gond, mert ugye van a közelben egy csapat, amivel el tudom intézni az ilyen kisebb ellenséges csapatokat. Izzy elment. Kartágó. Cirtában pedig nincs senki. Nagyon jó. Oké, két kör, és ugye ostromát tudom venni a fővárost. Tudja amúgy, hogy a sarokban lesz az a város. Oké, ezt itt amúgy nem még támadják. De a sereg az valahol ott kell legyen. Kill them. We shall rule. Yes. Joining forces.
Várjunk, nincs itt véletlenül egy olyan karakter, a... Várjunk, ki irányítja ezt? Tehát ő akkor... Ennek van egy menedzsmentje, szóval ide. Nem a legjobb arány. Na jó, azért kell elintézni a trákokat. Tökéletes. About Trace. About Trace, ugye? A trákoknak vége. És itt is ugye sokkal jobb lett a közrend, mivel már nincsenek bent a kémek. Oké, hol rossz a közrend? Jó néhány helyen. Remek, ugye sok helyre kell képezzek izét. Ilyen paraszt egységet. Rendben, jöhet akkor egy körváltás. Ja, jöhet egy körváltás. Azt hiszem elveszítem Olbiát. Remek. Oké, azt hiszem nem támadta meg a várost. Így le tudok képezni még egy csapatot. Á, ott vannak lázadók. Hoppá. Beküldtek kémeket küldtek be, vagy a fene tudja mit. De itt ugye rossz a közrend. Tílisben. Oké, okay, ezeket ugye át kell képezni, és még kell egy csapat Chosen Swordsman oda. Itt vennem kell föl néhány zsoldost. Á, itt még mindig rossz a közrend.
Move out. Build tower. Good. Oké, okay, ezzel a kis csapattal is támadok. Négy kör, meg lesz Numantia. Záma 5 kör. És ott van. Ez az ugye. Igen, Gentis Fenikáje. Igen, ez itt. Nagyon jó. Joanna? Without delay. Nagyon-nagyon jó. Innen ugye Campus Kitty-ból irány ide, és ja, végük. Ó, várjunk? Nem igaz, mert... oké, okay, a frakcióvezető, az nem tudom, hogy hol van. Valahol amúgy itt kell, hogy legyen. Valahol, ugye? Oké, okay, legyen még egy körváltás. Oké, okay, amúgy szerintem a makedónok megtámadnak. Dear friend. Oh. An agreeable proposal. Érdekes. Erre meg békét kötött, vagyis békét, szövetséget kötöttek velem. Oké, okay, megtámadja, de nem baj. Oké, okay, ezzel a másik csapattal vissza kell mennem Toletumhoz. Kevés kereskedőm van. Oh, hello. Oh, azt hittem, hogy az egy fullos sereg. De nem az. Oké, okay, kezd amúgy helyreállni a közrend. Azt a sereget ott le kell győzzem meg a lázadókat, és itt vissza. Oké, okay, Numantia 3 kör. Várjunk, ő csak egy tábornok, oké. Okay. A játék amúgy nagyon nem szereti ugye, hogy a karakterek mikor lépnek. Mikor ugye így gyorsítottan lépnek. A játéknak az valamiért nagyon nem tetszik, és ugye és eléggé belaggol úgymond a játék. Mondjuk nekem sem tetszik, de hát ez van. Á, jönnek Tanaishoz. Á, van páncélozott hoplitájuk. Oké,
Oké, okay, ezeket ha legyőztem, akkor tudom támadni azt a várost. Longshield Cavalry. Az ellenség már ugye egyszer visszalépett, szóval visszavonulni már nem tudnak. Ah, szép, a gyáva nemesek megtörtek egyből. A fene a bőrötöket. Kutyák. Mi a... Chosen Swordsman megtörik. Hát igen, ott egy kicsit bekakkantottak a katonák. Valamitől, valamiért, elég gyorsan. Oké, okay, ez ennyi volt. Tökéletes. Oké, okay, már itt át kéne képezni az egységeket, ugye, és utána pedig irány Emeráta ellen. Let us now talk reasonably. Until next time. Nem fogadjuk el a békét. Ó, hello. Még többen jönnek, te jó ég. Oké, a görögök ezek szerint ide küldik ugye felém a csapataikat. Na jó, vegyük el ezt itt, és irány utána az utolsó területükhöz. Várjunk, egy falu tovább fejlődik, Mogontiacum, oké. General! Forward! Move! Oké, itt valahol kell legyen egy város. Oké, Szürakúzában nem a legjobb a közrend.
Oké, okay, bár inkább építkezni kéne. Oké, okay, mondjuk Tillisben nem még, már nem volt lázadás. Itt nincs lakosság, amiből katonákat képezzek Olbiában. Oké, itt jó a közrend, szóval irány Olbiához, és ugye vissza kell verni a görögöket. Tanais pedig... Hát nem is tudom, vannak páncélozott hoplitáik, mondjuk meg tudom nézni a fullos sereget. Igen, eléggé jól felszerelt csapatok, ugye? Oké, bár akkor innen irány vissza ide. És ezeket itt legyőzöm, és zárom a videót. Ez ugye egy jó gyors mészárlás lesz. Ki kell lőni a izét, a kapitányt. Now he can drink with his ancestors and watch his warriors flee. Okay, nagyon jó volt. This is a hunt. No, a coward chase. Kártágó amúgy tényleg nagyjából csak az ilyen átlagos egységeket képezte valamiért. Hát, várjuk, ez frakció vezető? Intézzük el. Getting noble cavalry. Neked annyi haver, de gyorsan. The enemy king has gone to meet his ancestors. Szép. Ez jó volt. Itt ugye valahol van egy város, azt majd ezzel a sereggel el tudom foglalni. És irány ide. Hozok még egy sereget, ugye gyorsabban legyőzzem az ibéreket, és akkor utána irány... Még ugye itt visszafele el kell foglaljam Palmát, Korzika, Szardénia, és utána egyesítem Itáliában a seregeket. És szerintem meg fogom támadni a makedónokat, mivel ugye útban vannak, és... Ja. Ugye jönnek a makedónok, közben görögök, Egyiptom, örmények, és utoljára maradnak nagy valószínűséggel a pártusok. Meg közben Pontosz is itt van még.
Igen, pontos. Na jó, akkor nagyjából ennyi lett volna. Várjunk, mi ez? Ja, igen, itt van ez az ilyen térkép. Igen, ugye el kell foglalnom az utolsó Skeeta területet. Na jó, ám bár akkor kb. Ennyi lett volna. Ugye körváltás és sereggel is meg is fogok indulni ugye az utolsó város ellen. Ja, de ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!